Sziasztok! Elég sokan és többször is kértetek már tőlem hajápolási rutinus videót, úgyhogy tadám, ennek most jött el az ideje. Igen, mielőtt így belekezdek mindenféle terméknek a megmutatásába, előtte felmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen milyen hajtípusom is van. Az én hajam nagyon-nagyon sokáig a hajtöveknél gyorsan zsírosodott, a hajvégeknél pedig száraz volt, emellett a zsíros korpával is kellett küzdenem. Na már most ez a zsírosodás az utóbbi időben, ez így már annyira nem jelent problémát, viszont a zsíros korpám az átváltott száraz korpába, úgyhogy a fejbőröm irritáltsága továbbra is fennáll. Igen, emellett ugye a hajvégeim azok igénylik az extra hidratálást, az olajok használatát, és festem is a hajamat, festett vörös vagyok, viszont hát szerintem olyan évente egyszer-kétszer szoktam csak hajat festeni, habár pont a vörös hajszín az, ami elég gyakran igényelni az újrafestést, viszont nekem két nagyon egyszerű okom van arra, amiért én ezt nem teszem olyan sűrűn. Az egyik az az, hogy utálok hajat festeni, és egyszerűen lusta vagyok hozzá. A másik pedig az az, hogy egyszerűen nem akarom olyan gyakran kitenni a hajamat és a fejbőrömet ilyen kémiai vegyszereknek és ilyen kémiai reakciónak. Amikor mégis hajat festek, akkor a L'Oréal Paris-tól, a Preference családból a P67-es hajfestéket szoktam használni, amit az Intenzív Rót nevet viseli, és tényleg valóban egy intenzív vörös árnyalatról van szó, ami a kamerában nektek sose szokott átjönni a valódi hajszínem. Szeretem ezt a hajfestéket. Előtte, amikor fodrász festette a hajam, akkor nagyon sokáig a Vella egyik vörösét használtuk, amivel nagyon elégedett voltam, viszont utána a fodrászom átváltott az Alpha Parf termékekre, és azzal a vörös festékkel már nem voltak annyira jó tapasztalataim. Ezt a L'Oréalt szeretem, és külön örülök, hogy a hajfestékhez jár egy ilyen magas fényt adó kis kondicionáló, ami hogyha önálló termékként is megvásárolható lenne, akkor tudja, hogy megvenném, mert nagyon szeretem, szerintem egy nagyon jó hajbalzsam. Ennyit a hajfestékről. Mielőtt megmutatom az aktuálisan használt samponokat és balzsamokat, előtte még annyit érdemes tudni, hogy körülbelül 3 éve szilikonmentes termékeket, samponokat használok a hajmosáshoz, és nem csak szilikonmentes, hanem többnyire parabén és szulfátmentesek is ezek a termékek, hogy miért fontos is ez nekem. A szilikon tulajdonképpen egy műanyag, ami bevonja a hajszálakat. Ennek előnye és hátránya is van. Az előnye az az, hogy mivel bevonja a hajszálakat egy ilyen réteggel, így szépnek tűnnek a hajszálak, valamint védi őket a külső káros hatásoktól ez a bevonat. Viszont a hátránya az az, hogy pont emiatt a bevonat miatt a haj nem jut hozzá azokhoz a hatóanyagokhoz, azokhoz a tápanyagokhoz, amire szüksége van. Na már most sokan ezt hülyeségnek tartják, sokan még jobban túlmagyarázzák. Nekem egyszerűen beváltak a szilikonmentes samponok. Sokkal szebb a hajam, mióta szilikonmentes termékeket használok. Persze kellett egy pár hónap, mire átálltam így a szilikonmentes termékekre, a szilikonosok használata után, viszont soha nem voltam ennyire elégedett a hajamnak a látságával, a tapintásával, a sejmességével, a puhaságával, a fényességével, mint amilyen az utóbbi időben vagyok. Szóval én kitartok a szilikonmentes termékek mellett. A szulfát a következő. A szulfát az egy olyan hatóanyag, ami tulajdonképpen a habot képezi, és ezzel a habbal tisztít. Ez nincs így konkrétan bebizonyítva, viszont van egy olyan teória, amely szerint a szulfát nem csak a mindennapi szennyeződéseket távolítja el a hajszálakról és a fejbőről, hanem azokat a fontos olajokat is, amire a fejbőrnek tulajdonképpen szüksége van, és így szárítja a fejbőrt. Mivel nekem a zsíros korpa és a száraz korpa mellett is folyamatosan irritált volt a fejbőröm, vagy hát most is az, ezért nem szeretném tovább fokozni ezt és tovább szárítani, úgyhogy én ezért kerülöm a szulfátot. És az az igazság, hogy itt tényleg észreveszem a különbséget, hogyha egy szulfátmentes, vagy hogyha egy szulfátot is tartalmazó terméket használok. Hogyha szulfát is van az összetevők között, akkor tényleg észreveszem, hogy jobban viszket a fejbőröm. Ugye, ahogy mondtam, ezt nem mutatták ki, hogy a szulfátnak lenne ilyen, úgymond káros hatása, viszont hogyha valakinek például olyan bőr betegsége vagy irritációja van, esetleg például ekcémás, akkor nekik ajánlott szokott lenni a szulfát kerülése. És akkor az utolsó az a parabén, hogy miért is jó, hogyha egy termék parabénmentes. Ez sincs teljesen bebizonyítva, de a parabének hatással vannak az ösztrogén termelésre, ami ugye nem jó, valamint ezt sem bizonyították, de van egy olyan elmélet, amely szerint a felhamozódott parabének
azok elősegíthetik a rákos megbetegedéseket, és hát na, jobb megelőzni a bajt, vagy jobb így odafigyelni az ilyen dolgokra, úgyhogy én ezért igyekszem olyan termékeket vásárolni, amik ezt a három összetevőt nem tartalmazzák. Többnyire kétféle sampont szoktam egy időben használni, azért, hogy egyszerűen tudjam őket váltogatni, szeretem a változatosságot. Az egyik, amit most használok, az a Herbal Essence Naked samponja, ami egy fényadó sampon, fehér teja és menta kivonattal. Nincs benne szilikon, nincs benne parabén és nincs benne színezék, viszont szulfát van benne, és az az igazság, hogy nagyon-nagyon szeretem ezt a sampont, elképesztően finom, frissítő illata van. Tényleg nagyon jó. És ez már a második flakon, amit használok belőle. Viszont az utóbbi időben erősen észrevettem, hogyha ezzel a samponnal mosok hajat, akkor irritáltabb a fejbőröm, jobban viszket. És én ezt a szulfátnak tulajdonítom, úgyhogy nem vagyok benne teljesen biztos, hogy újra fogom vásárolni ezt a terméket. Szerintem inkább keresek majd egy szulfátmentes verziót, aminek hasonlóan tudom szeretni az illatát. A másik sampon, amit használni szoktam, az a Face in Nature teafa olajos samponja, ami normális zsíros hajra ajánlott. Ez a Face in Nature márka, ez egy teljesen állatbarát, vegán márka. Nem tartalmaz szilikon, nem tartalmaz szulfátot, parabént sem, nincs benne hozzáadott színezék vagy illatanyag, úgyhogy ez egy abszolút nyerő sampon. Ugye amikor zsíros volt a hajam, akkor különösen szerettem. Most, hogy már ezzel annyira nincs problémám, most így egy kicsit csínyen bánok vele, mert szárítja a fejbőrömet. De egy élmény vele a hajmosás, tényleg annyira frissnek és tisztának érzem vele a hajamat és a fejbőrömet is, hogy egyszerűen imádok vele hajat mosni. És aminek külön örülök, hogy ezt ugye otthon a Biohair hajszalonokban lehet megvásárolni, valamint egy webáruházban. Mind a kettőnek az elérhetőségét az infoboxban megtaláljátok. És itt én eddig még sehol sem láttam ezt a sampont, viszont a legutóbb a TK Maxx-ben vásároltam, és ott figyeltem fel rá, hogy igen, ott kapható, nem állandóan, időnként kapnak csak szállítmány belőle, de nagyon megörültem neki, és az ára is kedvezőbb, mint otthon, valamint többfélét is láttam belőle, mint amennyivel én otthon találkoztam. Ez a sampon az, ami mellett kitartok, a másikat ugye, ahogy mondtam, szerintem le fogom majd cserélni. Emellett, amit még tudok nektek ajánlani, az a The Body Shop-tól a Rainforest termékcsalád. Én abból a Radiance festett hajra való változatát használtam. Azok is teljesen szilikon, szulfát és parabénmentes termékek. Amiért én nagyon sokáig, talán 2 éven keresztül csak ezt a sampont használtam, amiért már nem, az ára, mert szerintem egy kicsit túlságosan drága. A samponok azok, amiknél nagyon odafigyelek, aminél törekszem odafigyelni arra, hogy ne tartalmazzanak szilikon, parabént és szulfátot. A hajbalzsamnál már annyira nem, mert a hajbalzsamot az csak a hajam alsó részén használom, úgyhogy nem tudom, az úgy, ami nincs közel így a fejbőrömhöz, meg a hajhagymáimhoz, az úgy oké. És a hajbalzsam az, amit szinte folyamatosan cserélni szoktam, mindig egy új fajtát veszek. A legutóbb a L'Oreal Everreach termékcsaládjából vettem meg ezt a hajbalzsamot, ami elvileg helyreállítja a töredezett hajvégeket. Száraz hajra ajánlott, nincs benne szulfát, és emellett botanikus kamelina, az nem tudom, hogy milyen növény lehet, illetve barack olajat tartalmaz. Nagyon jó illatú termékről van szó, ami puhává teszi a hajvégeket, könnyen kifésülhetővé. Szerintem valamikor lehet, hogy még újra fogom venni. Most nem, azért annyira nem jó, hogy úristen, akkor ezentúl csak ezt fogom vásárolni. De egynek szerintem jó. A hajmosásnál még elfelejtettem elmondani, hogy én többnyire 2 részben szoktam hajat mosni. Mivel ezek a például a Face in Nature termék szulfátmentes, ezért nem habzik annyira jól, mint a többi szulfátot is tartalmazó sampon. Ezért mindig ugye kinyomok egy kisebb adagot a kezembe, azt egy kis vízzel felhígítom, aztán hajat mosok vele, majd leöblítem, és a második hajmosásnál szokott tényleg olyan habot képezni, amitől tisztának érzem a hajam. Na már most tulajdonképpen ez a hab nem szükséges a hajtisztításhoz, mert lehet például hajszappanokat venni, amik ugyanannyira jók hajmosásra, és nem habzanak annyira,
viszont bennem mégis megvan az a tudat, hogy ha nagy habja van, akkor tisztít igazán. És ezt így a Facing Naturellel a második hajmosásnál már teljesen megkapom. Ami még a hajmosásnál szerintem fontos, az az, hogy nem szabad túlságosan meleg vízzel hajat mosni, valamint, hogy nem szabad kapargatni a fejbőrt. Én is mindig csak így ilyen masszírozó mozdulatokkal szoktam hajat mosni. Miután leöblítettem a második réteget is, utána szoktam feltenni a hajam alsó felére a hajbalzsamot, majd egy hajcsattal felcsatolom a hajamat, és lezuhanyzom, addig hagyom hatni a balzsamot, és utána szoktam csak leöblíteni, szóval egy olyan 3-4-5 percig rajta szokott lenni a hajamon. Aztán egy törölközőbe szoktam csavarni a nedves hajamat, hagyom, hogy egy kicsit száradjon, vagy hát a törölköző a nedvességből magába szívjon, és hogyha este mosok hajat, akkor ezután nem szoktam csak egy kis hajolajat felvinni a hajvégekre, és nem szoktam megszárítani. Viszont többnyire reggel mosok hajat, és ilyenkor, miután a törölközőből ilyen félszáraz állapotba került a hajam, olyankor szoktam hővédőt használni. A hővédő használata ugye nagyon fontos, hogyha szárítjuk, vasaljuk, vagy göndörítjük a hajunkat. Nagyon sokféle hővédőt kipróbáltam már, használtam John Frieda-tól, a Tony and Guy-tól, egészen a Balea-ig, szóval próbáltam ki egy kicsit úgymond drágább termékeket is. Nagy különbséget nem vettem észre, és a legutóbb egy német vlogger ajánlotta ezt a Schwarzkopf Gattubi hővédőt, ami 220 fokig védi a hajat a káros hűhatásoktól, és emellett egy ilyen fényes finisht is ad a hajnak. Én ezzel a termékkel nagyon elégedett vagyok, nagyon-nagyon finom illata van. Van benne ugye alkohol, viszont nem akkora mennyiségben, ami az én fejbőrömnek irritációt okozna, pedig hogyha valamiben több alkohol van, akkor az szokta csípni a fejbőrömet. Úgyhogy valószínű, hogy ezt fogom majd újra venni, mert nekem bevált, én nagyon szeretem. Utána még a nedves hajvégekre szoktam felvinni hajápoló olajat, amit most a keresztáztól vagy keresztésztől használom, ezt a mindenki által körül hype-olt olajat. Előtte is L'Oréal terméket használtam, mégpedig a Mythical-t, azelőtt pedig a L'Oréal Elszív vonalából használtam szintén egy hajolajat. Az az igazság, hogy ez a keresztáz még nem olyan régóta használom, és nagyon-nagyon szívtam a fogam kiadni azt az összeget érte, amennyibe kerül. Viszont úgy érzem, hogy sokkal gazdagabban, intenzívebben hidratálja a hajamat, mint az előtte használt hajolajak, valamint eszméletlen finom illata van, és így az arcápolási termékekről már letettem arról, hogy legyen valaminek jó illata, viszont a hajápolási termékeknél nekem igenis fontos, hogy jó illatú legyen a hajam, ezért számomra ez is egy szempont. Úgyhogy én ezt az olajat nagyon-nagyon szeretem használni. Ezután szoktam megszárítani a hajamat, de most ehhez egy ősöreg hajszárítóm van, amit még amikor beköltöztem a gimnázium kezdetekor kollégiumba, akkor kaptam, hogy megmutatni is csak így mutatom meg, ez egy ősöreg Clatronic hajszárító. Hát azt hiszem, hogy 12 éves lesz. Szeretnék majd egy új hajszárítót venni magamnak, már csak azért is, mert ez nagyon-nagyon meleg levegőt fúj magából, ami ugye nem a legjobb. Olyan hajszárítót szeretnék majd, ami hideg levegővel is szárítja a hajat. Hogyha van esetleg valami nagyon jó hajszárító tippetek, akkor örülnék, hogyha megírnátok. Hajszárításnál ezt a hajkefét szoktam használni, ez egyszer a Marie Claire-hez járt, ez egy Sajos hajkefe. Nagyon-nagyon szeretem, az egyetlen dolgom vele, hogy egyszerűen nehéz tisztítani. És itt is, hogyha van esetleg ötletetek, vagy tuti bevált módszeretek, hogy ti hogyan tisztítjátok a hajkeféteket, akkor nyugodtan megírhatjátok. Nagyon örülnék, hogyha ez is egy ilyen interaktív beszélgetésbe csapna át, vagy hát a hozzászólásoknál. Ezzel szoktam így egyenesre, három rétegben szoktam hajat szárítani, és mindig ezzel fésülöm a hajam, és jön a hajszárító, szóval így nagyjából egyenesre be tudom vele szárítani. Amikor még vizes a hajam, ezt lehet hamarabb kellett volna mutatnom, akkor én mindig a Tangle Teaser, ez azt hiszem, hogy a klasszikus kis fésülje, ezzel szoktam kifésülni a hajamat. Tudom, hogy elvileg a nedves hajat nem szabadna fésülni, én mégis szoktam, mert olyankor a legkönnyebb és a legegyszerűbb egyszerűen kibontani a kis gubancokat, bár mondjuk szerencsére nem olyan könnyen kócolódó a hajam, de amúgy én ezzel a kis fésűvel nagyon elégedett vagyok, abszolút fájdalommentesen fésüli ki a hajat. Szerintem szuper, csak ajánlani tudom. Aztán van még itt kettő darab termék, amit nem mindig használok. Amikor ugye két hajmosás között van az ember, és nem tűnik annyira frissnek a
a haj, mégis nincs időnk, vagy éppen nincsen kedvünk hajat mosni, olyankor használunk nagyon sokan száraz samponokat. Én is használtam, a kedvencem az Izana, a Rossmann saját márkás száraz samponja volt, viszont amikor elfogyott, akkor olvastam, hogy a babahintőpor is ugyanígy használható száraz samponként, és az volt itthon, úgyhogy kipróbáltam, és azóta is, amikor nagyon muszáj, akkor babahintőport szoktam egyszerűen a tenyerembe önteni, és ezzel szoktam átmenni a hajtöveknél. Nekem ugyanúgy bevált, szerintem életmentésnek jó, nem túl gyakran használom, inkább hajat mosok. Szerintem azt nem is mondtam még nektek, hogy én 2 naponta vagy 3 naponta szoktam hajat mosni a hajam állapotától függően. Lehet, hogy ez valakinek sok, vagy egy túl gyakori, de szerintem ez így egy abszolút vállalható dolog. Illetve hetente egyszer szoktam olajat tenni a hajamra. Ez az Organic, azt hiszem, igen, Organic márka. Ezt az iHerb-ről rendeltem, ez csipkebogyóolaj E-vitaminnal. Ezt nagyon sokáig arcápolásra használtam, viszont arra már nem szeretem. Úgy gondoltam, hogy elhasználom hajápolásra. Előtte ugyanettől a márkától az argánolajat használtam. Én azzal nem igazán voltam elégedett, nem igazán láttam olyan nagy különbséget a használata alatt, a hajamon, vagy hát változást. Ezt a csipkebogyóolajat is azért használom, mert egyszerűen el akarom használni, de nem érzem úgy, hogy annyira csodát tenne a hajammal. A mandulaolajról olvastam még nagyon jókat, hogy azt tényleg észre lehet venni a hajon a változást, amit okoz. Nem tudom, lehet, hogy majd azt kipróbálom. Egyelőre elhasználom ezt a csipkebogyóolajat rám. Hú, azt hiszem, hogy mindent elmondtam és megmutattam, amit szerettem volna. Hogyha esetleg kérdésetek van, akkor írjatok nyugodtan, illetve adhatok továbbra is videót, ötleteket. Bocsánat, mert harmadjára veszem fel ezt a videót, először lemerült az elem, aztán bekapogott az egyik lakótársam, és remélem, hogy most harmadjára sikerül úgy befejeznem, hogy semmi nem szól közben. Szóval adjatok nyugodtan ötleteket, hogy milyen videókat szeretnétek tőlem látni. További szép napot kívánok nektek, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!